Hello srácok, indítunk egy ilyen üres tállal. Milyen szomorú, egy üres tál, de mindjárt telerakjuk. Nem nagyon szoktam ilyen kajákat videózni, de most termék megjelenítés lesz. Én nagyon szeretem a műzlit, mindig is imádtam, főleg a Coco Popsot. És nézzétek, milyen király, lehet kapni ilyen kis dobozban. Ez egyszerű étkezés. Amúgy ilyen csomagban van, válogatás, hogy ne undd el magad. Cornflakes, akkor Frosties, és Coco Pops van összecsomagolva. És ilyen kis cuki kartondobozban van, és kiválasztod, hogy reggelire melyiket szeretnéd enni, és akkor szépen kibontod, és ott van benne ugyanaz a zacskó, mint amihez hozzá vagy szokva, csak kisebb formában. Meghalsz, annyira aranyos. És ez a reggeli gyakorlatilag. Szépen kiborítod. És már nem is olyan szomorú és üres a tányér. És azt nézem, hogy hát nagyon kedves kis adag, de én nem ennyit szoktam önteni, hanem kb. Kétszer ennyit. Ez 30 gram. És hogy ne legyek hótragya, nyomok rá egy kis alprós romlott vaníliás tejet. Nem romlottam úgy, de ki tudja, bazzeg. Én abba is megérzem a tejterméket, ami éppen úgy szállították, hogy az út mentén bocik legeltek, és akkor én attól már ki tudok ragyásodni, hogy az étel, amit zárt dobozban szállított egy kamion, elment egy boci legelő mellett. Na, csak ezt akartam nektek megmutatni, hogy milyen vag ez. Mini Coco Pops és mini Corn Flakes és mini Frosties, azt annyira nem csíptem sose, én ezt, na, ezt nagyon szerettem. Úgyhogy lehet ilyen menő dolgot kapni, azt hiszem, hogy a Pennyben, ha jól emlékszem, úgyhogy ja, ajánlom mindenkinek. Na szevasztok, niggerek, csá! Ú, ez rasszista volt. Hát mondjuk mindjárt jobb azt mondtam volna, a csőbúzi. Ja, mindegy, hagyjuk.